Szeretettel köszöntöm a tárlatvezetés közönségét, akik a Fotóikonok Archívumból Történelem című kiállítás tereit bejárják velem. A kiállítás a Budapest Fotófesztivál nyitó rendezvénye, melyet a Műcsarnok, a Dichroma Photography és a Budapest Fotófesztivál együttműködésében valósítottunk meg. A kiállítás kurátora Ann Morin, a Dichroma ügynökség vezetője, a New Yorki Howard Greenberg Galéria archívumából válogatott. Howard Greenberg a világ egyik legismertebb fotogaléria tulajdonosa, a 19. és 20. századi fotó elismert szaktekintéje. Több mint 4 évtizedre visszatekintő pályáján széles körben ismertté tette többek között Alfred Stieglitzet, Edward Westont, Walker Evans-t vagy Bruce Davidson-t, Sol Leitert. Ő képviseli Martin Munkácsi hagyatékát, valamint Arnold Newman és Edward Steichen hagyatékát. Ann Morin kurátori koncepciója szerint valahányszor betekintünk egy fotográfiai archívumba, újabb és újabb történeteket találunk. És minden egyes szelekció lehetővé teszi, hogy egy-egy életművet más szempontból vegyünk szemügyre. Ann Morin válogatásában 70 fotográfiát állítunk ki a műcsarnokban, 41 fotográfustól. Mivel ezek az életművek számos ponton metszik egymást, ezek a metszéspontok lehetnek akár egy azonos földrajzi hely, Párizs, Berlin, New York, akár Mexikó, vagy egy időszak, de lehetnek azok a közös szellemi vezetők, vagy mentorok, akikkel együttműködtek a fotósok, illetve lehetnek azok a fotográfus elődök, akiknek munkássága inspirálta őket. Ezekre az együttes hatásokra építettük a kiállítás rendezését, melyben egyfajta 20. századi fotótörténeti ívet szeretnénk megjeleníteni. Követve a kurátori koncepciót, a képek rendezésében figyelembe vettük, hogy több úton lehessen bejárni a tárlatot, ami azt is jelenti, hogy akár elindulhatunk az európai fotó hagyományait követve, vagy az amerikai dokumentarista hagyományokat szemügyre véve, de ezek természetesen találkoznak számos ponton. A kiállítás szimbolikus felütése pedig, ez a tér, ahol most állunk, 3 reklámfotót helyeztünk el, Martin Munkácsi napernyős aktja és Horst P. Horst 2 reklámképe. Mindhárom fotó a 30-as évekre vezet vissza. Horst Németországból érkezik Párizsba, itt kezdi pályáját, építészként tanult Hamburgba, majd Párizsban Le Corbusier műtermében szeretné elmélyíteni építészeti tudását, de megismerkedik George Heinigen Hünnel, aki egy akkor már igen ismert fotográfus, és a Vogue-nál dolgozik. Az ő mentorálása mellett kezd fotografálni. Horst pályája egész végig a Vogue-hoz köti. Martin Munkácsit pedig egy időszakban, már New York-i időszakában már a Harper's Bazaar foglalkoztatja. Így beszélhetünk ennek a két jelentős divatlapnak a kortárs művészetekre gyakorolt hatásáról is, hiszen a nagy példánszámú képes magazinok azok, akik elsőként jelzik az igényüket, hogy szükség van a legmodernebb fotókra, a legmodernebb tipográfiai szemléletre, és azokat az embereket foglalkoztatják minden poszton, minden pozícióban, akik a legjobbak a szakmában. Így a Vogue fotográfiai stílusát alapvetően Edward Steichen határozta meg, aki szinte a divatfotó hajnalától fotografált ruhákat, beltéren főleg műtermi képeket. Ő volt az, aki kijárta végül is az utat Horstnak is, hiszen amikor New Yorkba érkezik Horst P. Horst, már a párizsi Vogue műtermének vezetője volt. Ez a kép a Mainbocher fűző, egy nagyon ismert kép. Horst utolsó napján készült Párizsban, 1939-ben. Jellemző a képeire az elegancia, ami egyébként a Vogue képeit alapvetően meghatározta. Itt is visszautalok Steichenre,
aki egy ilyen nagyon szigorú, de elegáns stílust vitt a lap fényképeibe. Horst egy picit a mentorára is, és arra a közegre is visszautal a munkamódszere, amelyből érkezik Párizs, a szürrealisták hatása, a képen érzékelhető, hogy a fényárnyék hatás játéka, a nagyon kidolgozott textúrák, a Mainbocher fűző mellett lelógó pánt akár megidézhet egy Dali festmény elfolyó motívumát. És ha közelebbről megnézzük ezt a képet, látjuk, hogy mennyire professzionálisan készítették elő a díszletet is. A díszlet az egy fontos részlet minden fotónál, különösen a műtermi képeknél. A Vogue-nál egyébként egy kifejezetten profi csapat állt rendelkezésre. Díszletfestők, szobrászok, dizájnerek, fénytechnikusok, akik a képek elkészítésében segítettek. Horst New Yorkba érkezve ott folytatta, ahol abba hagyta Párizsba, ő lett a Vogue vezető fotográfusa. Dr. Agá volt akkor az art director, aki egy hihetetlenül innovatív szakember volt. Azt mondják, hogy ő volt az első, aki groteszk type-ot használt, olyan talp nélküli betűtípust, amit korábban még nem, vagy ebben az időben csináltak először átfutó oldalon kifutós képeket, aminek nincs margója, csupán ilyen tipográfiai újítás fűződik Dr. Agá nevéhez, és mellette dolgozott Horst is. Martin Munkácsi napernyős aktját pedig a Harper's Bazaarnak készítette, ami a Vogue-nak egy végül is konkurens lapja volt. Hasonló hosszú története van, már az 1860-as években létezett az a társasági lap, amire alapítják majd a Harper's Bazaart. Stílusmagazin, divatmagazin, a főszerkesztője Carmel Shaw, aki Alexei Brodovicsot alkalmazza art directorként, körülbelül abban az időben, amikor Martin Munkácsi is ide érkezik. Martin Munkácsi New Yorkba érkezésekor már egy ismert fotográfus, számos fotóriportja jelenik meg, főleg a berlini Ullstein Verlag lapjaiban, emellett szinte azonos időben a Pesti Napló képes mellékletében is. A magyar közönség is jól ismeri Munkácsi képeit. Az első kép, amit még Magyarországon készített, és amellyel híres lett, egy elkapott utcai jelenetet ábrázolt, amelyben két ember veszekszik, és a veszekedés vége végül is egy gyilkosság lesz. A képet viszont felhasználják a tárgyaláson bizonyítékként, és ezzel a képpel lesz híres Munkácsi Magyarországon. Elhagyja az országot 1928-ban, és Németországban, Berlinben helyezkedik el az Ullstein Verlagnál. A 30-as években nagyon-nagyon sok helyen megfordul a világban, és 33-ban hitel hatalomra jutása időpontja után érkezik New Yorkba. Carmel Shaw alkalmazza, és elkészítik az első szabadban forgatott fotó sorozatokat. Az ő kézjegye az, hogy nem instruálja a modelljeit, meglepő látószögeket alkalmaz, vagy felülnézeti, vagy alulnézeti pozíciókat, megdönti a képet, de leginkább a természetesség az, amit keres. Mindig egy természetes szituációt, de valamilyen különleges látószöget választ a képeihez. Ezt egy 35-ben írt cikkben a Harper's Bazaarban részletesen ki is fejti, a cikk címe Gondolkozz, miközben exponálsz. Az 1940-es évektől Hollywood, a filmipar aranykorától egyre inkább jellemző, hogy művészi látásmódban készült portréfotográfiákra van szükség. A portrékép mindig egy fontos műfaja volt a fotográfiának, hiszen ez az a műfaj, amelyet gyakorlatilag minden fényképész művel. Ez végül is megélhetési forrást is jelenthet. Általában portré stúdiókat nyitottak a fotográfusok elsőként, és utána készítették el önálló sorozataikat. A portréképek sorában az első Horst P. Horst egy portréja Edith Sitwellről. Edith Sitwell egy angol extravagáns hölgy, költő és kritikus,
A kép jellemző egy picit Horstnak erre az építészeti szemléletét vélem felfedezni benne, egy építésznek tanult, de Menré hatása, vagy a különböző történelmi stílusok, akár egy reneszánsz portréként is tekinthetek erre a képre. És ha megnézzük mellette Marcel Duchampról készült képet, a két arcszél hasonlósága megvonja a tekintetet. Arnold Newman képe Marcel Duchampról tartalmaz egy kis szimbolikát is. Ő mindig kereste azt, hogyan mutasson valamivel többet egy-egy alanyról, amikor elkészíti róluk a portrékat. Sokszor fényképezte portré alanyait saját környezetükben, megjelenítve mondjuk azt a milliót, amelyben alkotnak, művészekről akár az alkotásaikat is belefoglalta a képbe. Ez a környezeti portré, így mondanánk ma már, hiszen ez nem egy különleges a mai világban, de a 40-es években még egy új szemléletű fotográfia volt. Az első térben láthatunk még számos fotográfust, egy picit szimbolikusan erre a kiállításra utalva, Vrassait, Stiglitzet, Duanót, ők mindannyian fotográfusok, és Stravinskyt helyeztem a középső térrészbe, vagy falszakaszra. Ez egy nagyon híres képe Arnold Newmannek, aki a zeneszerzővel nagyon hosszú évekig együtt dolgozott, nagyon sok portrét készített róla, de talán ez az egyik első, amelyet New York-i látogatásakor készített. Egy zongora mellett fényképezi le a zeneszerzőt. A Harper's Bazaarban megjelent kép egy picit más, mint ez a néhány kép kocka, ugyanis előre eltervezte, hogy mi lesz az a szimbólum, amit megjelenít a képen, és egy hangjegyre gondolt, vagy akár egy B jelre, a nyitott zongoratetővel jelenítette meg a hangjegyet. A lapban megjelent képen Stravinsky a kép sarkába szorul, és a fókuszban a nyitott zongoratető látszik. A portréképek között megfigyelhetjük, hogy vannak, amelyek klasszikus megformálásúak, vagy olyan pózokba ülnek az alanyok, amelyek inkább megszokott, vagy klasszikus pózok, de vannak ennél játékosabb megközelítések is. Például Inge Morath fotója Saul Steinbergről, aki egy amerikai grafikus és karikatúrista. Nagyon szívesen játszik mindig a saját arcával. Amikor Inge Morath felkereste, hogy készítene róla egy portrét, akkor ő így nyitott ajtót, hogy maga elé tette egy saját maga által készített állarcot, egy ilyen rajzolt állarcot, és a sorozat része ez a portré is. Egyébként ő ezt szinte folyamatosan tette az életébe, beöltözött és rajzos állarcokat viselt. Ő készíti egyébként Robert Frank első nagyon híres katalógusának borítóját a francia megjelenéskor, a The Americans első kiadását 1958-ban Saul Steinberg grafikájával jelentették meg. Gordon Parkstól egy nagyon érzékeny portrét látunk Ingrid Bergmanról. Ez a kép a Stromboli című film forgatásán készült, ekkor Gordon Parks standfotósként elkísérte Roberto Rossellinit a forgatásra. Portréképeire jellemző, hogy mindig belefoglalja a környezetet, az utcát, azt az atmoszférát, amit az adott környezet kínál. Itt azt látjuk, hogy a Dél-Olasz-sziget lakossága milyen érdeklődő, furcsáló tekintettel néz a színésznőre. Gordon Parks egyébként nem csak portréfotókat készített, és nem is ez az igazán híres műfaja, vagy amiről leginkább ismerjük. Ő a Farm Security Administration fotográfusa volt. Ezt az állami hivatal csak FSA-val szokták rövidíteni. A gazdasági világválság idején Roosevelt elnök létrehozott egy ügynökséget, amelynek fotográfus részlegével feltérképezték az amerikai vidék állapotát. Számos képet készítettek, amelyek megjelentek a képeslapokban, főleg a Life-ban. Több olyan fotográfus van, aki az FSA képei hatására kezdi el a pályát.
Ilyen Gordon Parks is, aki először FSA fotográfus, de később a saját sorozataiban ugyanezt az érzékenységet követte, amivel az ügynökség képeit is készítette. Gordon Parks a Life első afroamerikai fotográfusa. A legtöbb képét 1940 és 70 között készítette. Fotóriportjai az afroamerikai emberek mindennapi életéről, a rasszizmus hatásairól, a diszkrimináció hatásairól szólnak. Tudósított a polgárjogi mozgalmakról, és FSA fotográfusként nagyon sok képet készített az amerikai vidékről. Eve Arnold hasonló szociális érzékenységgel fogott a fotográfiai témáihoz. Ő Alexej Brodovics fotográfus tanfolyamán kezdte a pályáját. Elsőként egy harlemi divat bemutatón készített sorozatokat. Egyébként Eve Arnold és Inge Morát az első női tagjai a Magnum fotóügynökségnek, akik az 1947-es alapítása után néhány évvel már jelentkeztek az ügynökségbe, és fel is vették őket. Eve Arnold a harlemi divat bemutatós képeivel kapta meg a tagságot. Marlene Dietrichről készült sorozat, amelyet egy hangstúdióban készített, a műfaj egyik kiválósága. Marilyn Monroe ezeket a képeket látva meglátta, és így került kapcsolatba Eve Arnolddal. Azt mondta, hogy ha Marlene Dietrichről ilyen képeket tudsz készíteni, akkor rólam vajon miért fogsz? És egy hosszú munkakapcsolat indult el ezzel. Eve Arnold lett Monroe egyik kedvenc fotográfusa, a legtöbb forgatására elkísérte, a forgatás előtt, alatt és után készültek róla nagyon keresett portréi, amelyben egy picit más arcát mutatja a sztárnak. Ebben a térben a látogató két úton is elindulhat, akár az európai fotográfiai hagyomány útján, vagy az amerikai dokumentarizmus útján. Ezeken a falakon a szociófotósok, a gazdasági világválság fotósai, illetve utána, akik őket követték, akik igazodási pontként nézték mondjuk Walker Evans vagy Louis Hine munkásságát. Szeretnék megemlíteni néhány olyan fontos személyiséget, akik a 20. századi fotótörténetére hatottak, és a munkásságuk a fotográfia rangját megszilárdította. Az egyik első, akit említenék, Alfred Stieglitz. Az amerikai piktorialista mozgalom megalapítója, és az általa alapított New Yorki 291 galéria egy művészeti színtér lett, ahova mindenki, aki a modern művészetek iránt érdeklődik, ellátogatott. A 291-ben elsőként állították ki az európai modern művészeket, Picasso-t, Matisse-t, Toulouse-Lautrec-et, Picabiát, avantgárd művészeket, amellett, hogy a fotoszecessionistákat is kiállították, és amerikai művészeket. Eugène Ager a dokumentarista fotográfia igazodási pontja. Az 1910-20-as évek Párizsát fotografálta, szinte megszállottként, archiválási céllal elsőként. Ezeket a szikár, nagyon realista fotográfiákat szürrealisták is igazodási pontnak tartották, és jó pár későbbi fotográfus is. Eugène Ager saját kíváncsisága által hajtva fotografálta több mint 3 évtizeden át Párizst. A régi, öreg Párizst, eltűnőben lévő épületeit, utcákat, azokat a hangulatokat, amiket a régi város kínált, ezeket szerette volna lencse végre kapni. Nagyon részletesen, csak a tényekre fókuszálva realista fotográfiákat készített, amiről ő úgy nyilatkozott, hogy ezek csupán dokumentumok. De mégis a kortársai felfigyeltek erre a módszerre, ami ilyen szikáron próbálja közreadni a környezetet. Egyfajta kortárs látásmódot érzékeltek benne, ahogy minden többlet nélkül fotózza az utcákat és házakat. Fő megrendelői a múzeumok voltak, illetve műkereskedők, archívumok.
1920-ban a francia állam meg is vásárolt jó néhány üveg negatívját, mert gyakorlatilag dokumentumnak tartották. Ami érdekes az az, hogy kiállításokon is szerepelnek Ázsé képei ma már, de például lokálpatrióták, meg helytörténeti gyűjtemények archívumaiban épp így megtalálhatók ezek a képek. 1921-ben Berenice Abbott Man Ray műtermében kezd dolgozni. Man Ray mutatja meg Abbottnak Ázsé képeit, és Abbott nagyon különösnek tartja ezt a megszállott fotografálást, és ő is ezt az utat követi, amint visszaér New Yorkba. A változó New York, a hihetetlen tempóval változó hétköznapi épített környezet lesz a fotóinak fő témája. Changing New York címmel készül egyik első sorozata. Ezen a két képen egy-egy New Yorki épületet látunk. A távközlési épület, amely csak néhány évvel korábban épült, egy híres Art Deco épület, egy egész háztömböt foglal el. Berenice Abbott megvásárolja Ázsé üvegnegatívjainak egy részét, és Amerikában kiállításokat szervez a műveiből. Martin Munkácsi további három képét láthatják a kiállításban. A híres Libéria, amelyben a libériai tengerparton a vízbe szaladó kisfiúk életörömét láthatjuk. Ezen a falon tulajdonképpen ilyen örömképeket szerettem volna elhelyezni. Másik Munkácsi kép pedig egy önarckép, amelyben Long Islandi medencéjében lebeg és élvezi az életet. Harmadik fotóján pedig Diana Vreelandot látjuk, amint egy parkban ül. Diana Vreeland a Harper's Bazaar divatszerkesztője volt. Nagyon szigorú tekintettel ül a parkban. Később a Vogue-hoz igazolt át, egy nagyon jelentős pályát futott be. André Kertész képe egy 1919-ben készült képeslapra készült fotográfia, Kertész Jenő, a művész öccsének portréja. Kertész szereti a kisméretet, a motivumokat mértani formaként fogja fel, és az absztrakt szerkezet vizuális szigort eredményez a képen. Kertész egy 12-es feljegyzésében azt írja, hogy képtelen véleményt formálni, értékítéletet alkotni a művészetről, mert mindig a költőiség érdekli. Ez lesz a kézjegye, amelyet egész életében magának tud, és tulajdonképpen ez eszenciája a képeinek. Ebben a képben is ezt a költőiséget érezhetjük. És ha ide elértünk, akkor a fotográfia hajnalához, vagyis hát a második évszázad kezdetéhez érkezünk. Az 1900-as évek elején a piktorialista mozgalom, amely a fotográfiát önálló művészeti ágként meghonosítja, Alfred Stieglitz, Edward Weston, Paul Strand képeit látjuk itt. Edward Steichen a fotográfia szinte minden műfaját művelte. Készített divatképeket, készített portrékat, készített háborús képeket. Itt az egyik első korai képeit láthatjuk, fotogravűröket. Ez a Nocturne című kép a Versailles Orangerie lépcsőjét jeleníti meg. Egy nagyon különös ilyen sötét, és az épületnek csak a tetején látszik a fény, amely nagyon jellemző a piktorialistákra. Az első piktorialista fotográfusok fontosnak tartották, hogy a fénykép megőrizzen valamit a grafika vagy a festészet látásmódjából és technikáiból. A képeket, akár a negatívot kézzel is manipulálták, vagy guminyomattal készítették a képeket, a fényárnyék hatással érzékeltették. Ez a kép egy picit ilyen metafizikus, ezzel a sötét, árnyékos előtérrel és a megvilágított épülettetővel. A Vanity Fairben megjelent portréfotográfiáit láthatjuk még itt ezen a falon. A Vanity Fair ugyanígy a Condé Nast kiadó lapja volt, ahogy a Vogue, egy társasági lap, ahol főként portrékat az akkori kor legismertebb művészeiről és híres embereiről mutattak be.
Walker Evans is a Farm Security Administration fotográfusa volt. A dokumentarista megközelítése nagyon közeli Ajay stílusához. Ő már ismerte Eugene Ajay képeit, és ez a szikár megfogalmazás számára is egy igazodási pont lett. A saját lakásáról készült képén ugyanezt a szemléletet követi. Egyik első fotósorozata volt a viktoriánus házak fotografálása részletgazdag képeken. Ezeket a házakat szintén lebontani készültek akkor. A kortárs környezet megragadása a legtöbb képén jól látszik. Szerette azokat a motivumokat vagy témákat, ahol a mindennapi környezet fragmentált darabjait kapta lencse végre, így például a reklámfeliratok, plakátok, mindenféle jelek gyakran szerepelnek képein. A kiállításon szereplő egyik képén egy politikai plakátot látunk egy ablakbelsőn belülről. A plakát így töredezett, és már szinte olyan, mintha nagyon régi lenne, leszakadó félben van, de az ablak sem mai. Ezeket az idő nyomait sok képe rögzíti. Walker Evans képe mellett Louis Hine egyik fotográfiáját láthatjuk, gyerekek egy elhagyott házban. Louis Hine a szociófotó egyik első képviselője. Az Ethical Culture Schoolban oktatott, és a fotográfiát is úgy sajátította el, hogy szerette volna a pedagógiai módszereit kiszélesíteni, és így kezdett el fotografálni. A növendékeivel rendszeresen látogattak el New York legkülönbözőbb helyeire, többek között az Ellis Islandre, ahova bevándorlók érkeztek. Az ő munkássága révén korlátozták Amerikában a gyerekmunkát. Évtizedeken keresztül járta az államokat, és fotografálta azokat a vállalatokat, akik gyerekmunkát alkalmaztak. Ehhez sokszor kellett némi csalafintaságra is vetemednie. Nem mindig szerették, hogyha lefényképezték ezeket a gyárakat, de nagyon sok képén mégis sikerült bemutatni, hogy milyen körülmények között dolgoznak a 8-10-12 éves gyermekek. Lizette Modell képein nyomon követhető az európai fotográfiai hagyomány az amerikai fotóra. Anne Morin ezt a két képet helyezte egymás mellé. Az egyik képet még franciaországi tartózkodása idején készítette Lizette Modell. Lizette Modell egyébként zenésznek készül, és a 20-as években érkezik Párizsba. A fotót Rózsi Andrétől tanulja, aki Kertész André első felesége volt, Kleny Rózsi egyébként, és a gyakorlatot pedig Florence Henri szürrealista fotográfustól. A képet 1934-ben készítette Nizzában, a Promenade des Anglais-n, ahol megragadták a figyelmét a napon sütkérező, gondtalan, gazdag emberek, és egy egész sorozatot készített róluk. Ezen a képen egy híres szerencsejátékos asszonyt látunk hátulról. És amint New Yorkba ért, nagy lelkesedéssel látott neki a hihetetlen ütemben változó hétköznapi környezet fotografálásához, de mégsem ezek a képei vonták meg Beaumont Newhall és Edward Steichen figyelmét, akik már gyűjtötték a fotográfiát, hanem a Promenade des Anglais sorozata ezzel került a kurátorok figyelmébe. Nagyon sokat járkált New Yorkban, olyan helyeken is, ahol kevesen, például a Lower East Side-on készített rengeteg képet. Itt a kiállításon is egy olyan képét látjuk, amely egy Lower East Side-i idős asszony egy széken a portálja előtt. Lizette Modell tanítványa Diana Arbus. Diana Arbus a szélsőséges emberi tapasztalatokkal való szembenézést Lizette Modelltől tanulta. A legtöbb képén valamilyen mikrovilágot mutat meg. Érdekelték azok a társadalmi csoportok, akik akár önmaguk, vagy akár a társadalom, a többségi társadalom által egy elzárt világban élnek, és ezeknek a tapasztalatait mutatta meg képein.
Ezek általában alulreprezentált társadalmi csoportok, akár valamilyen testi fogyatékkal élők, vagy sok esetben egy külön életformát folytatók, például szívesen látogatott horrorisztikus showkra, vagy freak showkra, vagy karneválokra, versenyekre. Minden olyan mikrotársadalmat szemügyre vett, amely önálló szabályok szerint működik. A nézőpontja egy picit a voyeur szeme, aki betekint valahová, amely picit borzongató is, de mindenképpen ismeretlen. 1967-ben John Sarkovsky New Documents címmel rendezett egy kiállítást, amelyben a dokumentarista fotográfia új irányát előlegezi meg. A kiállításon Diana Arbus, Lee Friedlander és Gary Winograd képeit rendezte egy kiállításba, melyben azt hangsúlyozta, hogy a fotográfia, a dokumentatív fotó már nem az mindennapi élet megváltoztatását célozza, csupán felmutatását, amelyhez egy nagyon sajátos, személyes szempont is társul. Tárlatvezetésemet Gary Winogrand egy gondolatával szeretném lezárni, aki azt mondta, hogy úgy érzi, hogy jegyet váltott az életre, amely akkor, ha nincs ott a kamerájával, nem történik meg. Ezzel egy picit ehhez a generációhoz is kapcsolódunk, ahol valójában mi is egyfolytában fotografálunk, fényképezünk, úgy érezzük, hogy egy-egy esemény nem történik meg akkor, hogyha nincs róla képünk. Ez a kiállítás viszont egyedi terek és idők kimetszése, amely egy archívumból készült válogatás. Az alkotók életművéből csupán néhány képet látunk, de a mögötte húzódó hálózatok, generációs kapcsolódások azok, amelyek egy egész történetet mesélnek el az elmúlt évszázad fotográfiájáról.